Megtartották szokásos klub délutánjukat a Mértékadó Nők Társaságának tagjai. Az esemény központi témája ez alkalommal a gyermeknevelés volt, a hölgyek ezzel kapcsolatos előadásokat hallgattak meg. Ez egy kreatív gyermeknevelési eszközrendszer, ami abban segíti a családokat, hogy először is felismerjék, hogy miben tehetséges a gyerekük, ha már ezt felismerték, akkor pedig hogyan teremtsenek otthon olyan légkört, amiben ez a tehetség nőni tud. És a másik nagyon fontos, hogyha az iskolában vagy az óvodában bármilyen problémás élethelyzetbe kerülnek, akkor ezen az élethelyzeten nagyon könnyen át tudjuk őket lendíteni ezeknek az eszközöknek a használatával. Tanítsuk meg a gyereknek azt, hogy neki mi a fontos, ő mit szeretne, és ha picit hibázik, akkor ezt ő ki tudja javítani. Megtanítjuk, hogy van következménye annak, amit csinál, és ki is lehet javítani, és ez szerintem nagyon fontos most a 21. században, mert annyiféle inger éri, annyiféle információ éri a gyerekeket, hogy nagyon fontos, hogy ebből ők tanuljanak meg saját maguknak a megfelelőt kiválasztani, hogy amitől ők boldogok, ami az ő életüket segíti. És alapvetően mi szülők mindannyian azt szeretnénk, hogy boldog, sikeres gyerekeink legyenek, úgyhogy azt gondolom, hogy ezért fontos, hogy ezeket az eszközöket, meg ezt a kreatív nevelést kövessék a szülők bármilyen csatornán is. A bemutatókkal és beszélgetéssel elsősorban az édesanyák jutottak hasznos, érdekes információkhoz, de ilyen alkalmakkor a társaság igyekszik a nőket másban, akár az üzleti élet területein is segíteni. Azt gondoljuk, hogy van egy küldetésünk, és ennek igyekszünk eleget tenni. A város és a szűk környezetünk tavaly ezt azzal jutalmazta, hogy megnyertük az év önkéntes szervezete díjat. Nagyon sok társadalmi felelősségvállalás témakört érintő tevékenységünk volt tavaly. Felismervén azt az igényt, hogy kellene egy egyesület, aki a nőket támogatja, bármilyen szerepkörüket is töltik be, legyenek az üzleti életben, vagy anyaként, vagy a családi szerepkörökben. Ezekben a szerepkörökben kívánjuk segíteni őket azzal, hogy azok teljesen megéléséhez adunk tanácsokat. A klub délutánjainknak a tematikái ez alapján vannak felépítve. Hogyan lehet úgy beosztani az időt, hogyan lehet úgy felépíteni a magánéletet, hogy a gyermekünk is egészségesen fejlődjön, nekünk is maradjon önmagunkra idő, hiszen építkezni kell nekünk is.